Sziasztok, szokások Jelentkezik az újabb adás, a Szokka Podcast, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ellátogatott ide a Szokka stúdióba a női szövetségi kapitányunk, Fekete Robert. Hát Robi, túl vagy, túl vagy túl vagytok az első edzésen. Uh, ugye ott utána interjúztunk is, és kérdeztem tőled, hogy milyen emészgetni azt, hogy túl vagy az első szövetségi kapitányi tréningeden. Azóta ez ülepedett. Mit gondolsz most? Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit! A levivel segítővel beszélgettünk azóta már többször is. Megmondom őszintén, hogy nagyon jól éreztük magunkat az első edzésen. Nagyon ügyesek voltak a lányok. Elmondtam az interjúban is, hogy egy kicsit rosszabbra számítottam. De, de ez, bocsánat, ezt az interjúban nem kérdeztem vissza, de most itt egy ilyen kötetlen beszélgetésben lehet. Ez nem rossz, ugye? Nem, nem. Hogy, nem, hogy de ezt, ezt jól kell érteni. Abszolút jól. Tehát, hogy nekem ez kellemes meglepetés volt az első edzés. Hogy... Hogy ennyi ügyes lány volt az edzésen, meg ennyi ügyes játékos. Ö, még mindig furcsa nekem. Azóta egyébként, mint mondtam, beszéltünk többször a telefonon, és már rakjuk össze a következő edzést. Tehát már sőt, már ki is írtuk a lányoknak, jön a következő, úgymond, a következő csoport, mert ezek még válogató edzések, még nagyon-nagyon bőkeret. Ja, hány hány fő egyébként? Hát. Ö, 40 játékos, meg 4 kapus, tehát ez még tényleg nagy, nagyon bő ez a keret. Ebből szeretnénk majd csinálni körülbelül egy 3-4 edzés után egy ilyen 20-as keretet, amivel elkezdünk készülni majd a július 6-a, 7-ei Hajdúszoboszlói Nemzetközi Tornára. Úgyhogy az első 3-4 edzés erről fog szólni, hogy, hogy mindig új játékosok jönnek, és ilyen válogató jellege lesz az edzésnek. De, mint mondtam, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat az első edzésen. Ugye ezt talán elárulhatom, hogy hogy beszéltünk erről, hogy fognak majd még a Futsal Mb1-ből csatlakozni az edzésekhez. Így van. Ennek a menete, hogy néz ki? Úgy fog kinézni, hogy pont most az elején nem nagyon hívunk a Futsal Mb1-ből játékos, csak egy-egy csak csapatból, mivel ott még tart a bajnokság, és ráadásul már helyosztók vannak, tehát már már a, a bronzmeccs meccset játszik a Deac, onnan is fogok hívni játékost, és bajnoki döntött játszik a TF meg a Tolna, onnan is több játékost fog hívni, de megbeszéltük az Olival, a Revelant Zolival, hogy addig nem nagyon nyúlunk bele a bajnoki döntőben, meg a bronzmecsbe, mert hát ott komoly elfoglaltságaik vannak. Neked mennyire kellett beleásnod magad a női labdarúgásba? Ugye most már pár hónapja tudjuk, hogy te lettél a női szövetségi kapitány. Mennyire figyelted előtte, és esetleg mennyire változott? Nyilván változott, hiszen jóval inkább rajta tartod a szemed a dolgokat. Nagyon változott. Előtte nem nagyon foglalkoztam vele. Mióta kineveztek, van, mióta tudom, hogy, hogy én leszek, azóta, azóta nagyon, nagyon utána néztem. Állandóan bújom az adatbankot, beszélek kollégákkal, ismerősökkel, akik tudom, hogy a női szakákban dolgoznak. Ajánlásokat kapok tőlük, kikérem a véleményüket, ezért is lett egyébként a Revelant Zoli a másodedzőm, mert ő évek óta benne van a női labdarúgásban, sőt volt korábban szövetségkapitány is, válogatott játékos is volt, válogatott, kispás válogatott játékos is volt, jó kezekben van a másod nagyon, nagyon is. abszolút, ugye kapus edző is, tehát ö, teljesen, teljesen jó választás volt a, a Revelanzoli, és rengeteget segítő ismerő, meg ő meg sokkal jobban ismeri a női közeget, mint én. Milyen volt a fogadtatás? Ugye volt egy 20 csapatos női torna itt Budapesten, és akkor, akkor ott interjúztam a lányokkal, és elmondták, hogy mennyire motiváló az, hogy, hogy a női szövetségi kapitány is ott van a helyszínen. Ugye végig ott voltál, nézted őket. Hogy érzed, van-e plusz izgalom, hogy állnak hozzá, hogy állnak a szokkához, azért itt, itt Magyarországon a, a szokka a női szakákban azért mégis most tette meg az első nagyobb lépését? Igen, volt ez a 15, már, március 15-i női torna. 20 csapatos, ott is egyébként ugyanazt tudom elmondani, mint az első edzésen, az is kellemes meglepetés volt nekem, nem gondoltam, hogy ennyi jó csapat lesz. Az első edzésről, kérdezte az izgulásról, pont az Olival beszélgettük, hogy ott nagyon izgultak a lányok, tehát látszott rajtuk, hogy stresszelnek, kérdezgették egymást, hogy ú, mi lesz, izgulsz, mennyire izgulsz, vajon mi lesz edzésen, mi fog történni, kik lesznek, stb. Ezért is volt az elején, amikor elmondtam nekik, hogy nem kell stresszelni, meg, meg azért jöttek itt, hogy jól, érzetek, jól érezzétek magatokat, mosolyogjatok, focizatok, egyáltalán ne stresszeltek. A másik része a kérdésednek, hogy engem meglepett, hogy ennyien szeretnének jönni a válogatottban, meg hogy ennyien szeretnének kispályás focizni a nők közül mert amikor összeraktuk, összeraktuk ezt a, mi egy 30-as keretre gondoltunk egyébként, egy ilyen bővebb keretre, de utána folyamatosan csak jöttek a jelentkezések, hogy én is szeretnék menni, hogy lehet menni, hívott egy edző, hogy náluk is lenne két-három lány, akit megnézhetnénk, hogy hogy lehet bekerülni, és azon kaptuk magunkat, hogy hoppá, már mindjárt 40 játékosunk van, és még utána is jött, jelentkezés után is jött, úgyhogy abszolút pozitív, ez, hogy, hogy, hogy ennyire szeretnének a lányok is kispályos focizni. Igen, ugye én is ezt uh, láttam itt rajtad az utóbbi hetekben, hogy mindig jöttél a kis noteszoddal, fel vannak írva a nevek, tehát hogy tényleg ez egy ilyen folyamatos. Mennyi elfoglaltságot jelent egyébként a te életedben ez? Hát most amióta, amióta kialakult a bőkeret, azóta, azóta rengeteg szervezés, ugye vidékről megszervezni, hogy följussanak a lányok, összeüljenek egy autóba esetleg, hogy nem mindenki külön jöjjön. Tényleg amit mondasz, hogy, hogy folyamatosan bújom a noteszt, hogy hogy kéne összerakni az edzést, kiket tudunk elhívni, akkor nyilván valakinek nem jó lemondja, akkor újra szervezni, hogy akkor ugyanarra a posztra kell valakit hívni. Úgyhogy azért ez rengeteg ilyen szervezői munka az Olival, de hát megoldjuk, meg semmi gond nincs ezzel, meg nagyon élvezzük. Meg, meg szeretjük csinálni. Milyen az átállás neked személy szerint azért, hogyha már itt van mögöttünk ez az eszeni kép, ugye te itt még játékosként voltál, és nyilván nem hagytad abba a játékos pályafutásodat, tehát te még focizol aktívan, de mégis most az oldalvonalon túláldogálsz már. A picit már, picit, nagyon más egyébként. Igen, még, még aktívan játszok azért nagy nagypályán, meg, meg 5 plusz 1-be is. Öm, nem nagyon edzősködtem, egyetlen egyszer volt, amikor a Fradi futszálnál a kisani Jani megkérte, hogy legyek úgymond a játékos másodedzője, és segítsem a munkáját, akkor ott tartottam egy pár edzést, de nyilván a futszál is más, nyilván az 5 plusz 1 is más, nyilván a férfi csapat is más, nyilván a női csapat is más, azt mindenki tudja, hogy a lányokra jobban oda kell figyelni. Hát az első edzésre azért én is úgy mentem el, hogy nem tudtam, hogy mire számíthatok. Nem dolgoztam soha lányokkal, nem dolgoztam válogatott válogatottnál soha. Nem tudtam, hogy mire számíthatok, de, de teljesen jól működött. ez is pozitív csalódás volt. Azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz velük, de egyáltalán nem. Teljesen, teljesen jól működött minden. Azt jól láttam rajtad, hogy egy picit azért izgult? Tehát pont ott a nyitó beszédnél, a nyitó speechnél, ahogy láttam az arcodat, egy teljesen új fekete robit láttam, aki, akiben azért van egy kis izgalom, van egy kis stressz. Nem is, az izgulás, nem is az izgulás volt, hanem hogy azon agyaltam, hogy hogy illik bemutatni ugye az ott lévőket, mert ott voltak a vezetők. Akkor utána rájöttem, hogy nyilván az Eszter van ott, tehát nő, őt kell össze bemutatnom, asszonyt, utána az elnök urat kell, ura, és utána titeket, médias, médi, médiásokat, utána a Revit, másodedzőmet, és utána magamat. Nem, nem, izgulás nem volt, csak ott átfutott az agyamon, hogy hogy illik bemutatni őket, akkor, akkor utána, de nem, izgulás nem volt, hanem úgy, úgy én nagyon vártam az első edzést. Igen, ezt akartam, ezt, hogy azért hónapok óta tudod, hogy ez lesz. Tehát lehetett benned egy ilyen nagy Druk, igazából, druk, igen. Nem izgultam, hanem ez a druk volt bennem, hogy csináljuk már, csináljuk már, annyi edzővel, játékossal, kollégával beszéltem, hogy, hogy, már nagyon vártam, hogy elkezdjük ezt az egészet. Hogy fog kinézni, ugye említetted már a Hajdú Szoboszlói tornát, arról mit lehet tudni például? Ö... Informá információim szerint öt csapatos lesz a hajdu női torna, úgy tudom, hogy jönnek a görögök, a ciprus. Luxemburg, legjobb tudomásom szerint. Luxemburg? E talán. Akkor Igen, nem lehet, akarok bekavarni, tehát lehet, hogy az akkor, elnök úrral te már. Akkor lehet, hogy hat csapatos lesz, mert akiről én tudok, az a görög-ciprus-horvát, uh, magyar, meg... Uh, meg a német. Én erről tudtam. A, lehet, hogy akkor lehet, ez, az, ez öt, de lehet, hogy lehet, hogy lesz hatodik is, mert egyébként folyamatosan jelentkeznek. Tehát úgy indult az egész, ugye, hogy négy csapatos lesz, egy ilyen minitorna, de azóta annyi ország jelentkezett már, hogy, hogy már gondolkoznak azon, hogy lehet, hogy öt vagy hat csapatos lesz. Erre készülünk majd az ötödik edzéstől már az a, a szűkebb keret lesz, az a 20-as keret, és akkor... Tehát erre... most hétfőként találkoztok igen, hétfőként edzés, igen, csatlakoznak utána a, a, a futszálós lányok is, és utána te az ötödik hétre már a szűk kerettel akarsz igen. dolgozni? tehát az ötödik héttől, az ötödik edzéstől a tizedik edzés, igen, már azon a hat edzésen, én már csak a szűkebb kerettel, az a 20-as, 22-es kerettel Mennyire szerettem. lesz nehéz ezt leredukálni nagyon, a 22 re Nagyon, nagyon. Most ö, az első edzés után is összedugtuk a fejünket az olival, és ö, Hát nagyon nehéz volt eldönteni, hogy ki az, aki maradjon a szűk keretbe, ki az, aki nem. Nyilván ezt még nem mondtuk, hogy hogy döntöttünk. ő. Jelentsük be itt. Nem, 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 nem ilyen helyzetben. Nem, az, nem azért nem akarom, mert azt beszéltük meg, hogy hogy megvárjuk ezt a három-négy. Ezt a válogatóedzést, és utána fogjuk egyesével elmondani mindenkinek. De nagyon nehéz lesz ebből a keretből, ebből a bőkeretből 20 csinálni, vagy 22-t, mert szerintem annál, annál több jó játékos van itt. Ugye említetted már ezt, hogy, hogy, azért mindenki tudja, hogy más a férfi és más a női szakág. Szerinted, most még azért annyi tapasztalatod nincs itt a lányokkal való munkában, mi lesz a legnehezebb abban szövetségi kapitányként, férfiként kezelni egy női csapatot? Mi a legnehezebb ebben? Hát talán, talán, a, Figyelj, lányoknak, csak hogy, hogy talán ha... a lányoknak a lelki világát egyébként... Ezt akartam mondani, hogy me egy me Megérteni. Gondolkozni, meg, hogy megérteni, meg, abu, az nehéz. Igen, Igen. az nem lesz könnyű. Hogy, hogy kell-e itt egy picit inkább pszichológusnak lenni? Ezt most tényleg a legjobb értelemben értem, mert, mert talán a fiúknál ez a, ez a lelki rész az egyszerűbb, és végülis akkor összecseng az én gondolatomat ilyet, de... Én is ezt gondolom, hogy a férfi szakáknál talán nem annyira lelkisek a játékosok, mint a, mint a nőknél. Mondjuk én láttalak sírni a szemben. De hogy is. <síns> <zíns> Ez nem igaz. <síns> ezt majd vágjuk ki. Nem fogjuk. Ez <síns> nem igaz. Igen, ezt gondolom, hogy talán a lelki világuk más a lányoknak, mások kell kezelni őket. Valószínűleg a esetleges kudarcokat is másképp élik meg. Én erre gondolok, hogy ez lesz a legnehezebb a férfi szakákhoz képest. Ugye itt még a Hajdúszoboszlói történethez tegyük hozzá, hogy ugye ott lesz a, a Szokkaországos nagydöntő a fiúknak majd, igen. és azon belül lesz egy, egy női válogatott minitorna is, amit említettél, és utána visszatérsz eszembe. Jól mondom? Igen. Jövő januárban ott lesz a világbajnokság. A női. A női világbajnokság, igen. Erre már megvan a tervünk, hogy hogy készülünk a szeptember környékén elkezdünk majd készülni egy három-négy hónapot arra is, és hát januárra meg kimegyünk első világbajnokságunkra. Én nagyon kíváncsi leszek már a, már a Hajdúszoboszlói tornán is a lányokra, hogy, hogy nemzetközi szinten hogy fognak tudni szerepelni, meg hogy mennyire fognak izgulni, mert hogyha ugye az első edzésen ennyire izgultak, akkor az első válogatott az első mezes mérkőzésen, himnuszos mérkőzésen, hogy fognak izgulni? Hát igen, ez is a dolgunk lesz, hogy erre. Igen, azért ebben ti tudtok revivel segíteni. Tehát, hogy azért nektek van tapasztalatotok címeres mezről, kör körítésről, körülményekről. Igen, igen, de akkor is azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz. Viszont azért lesznek valószínűleg olyan lányok is a keretben, akik, akik már átélték ezt, futszáválogatottban, mert sok olyan játékost hívtam be, aki már korábban vagy most is futszáválogatottban szerepel, vagy szerepeltek. Ugye jön majd még nem sokára a második Dorina női kupa, ott is azért kicsit promozzuk ezt az eseményt ilyen szempontból, hogy, hogy ott is tűhetnek még fel vagy, vagy ott ugye már eltelik annyi hét, hogy már nem lehet bekerülni. Most csak kérdezem. De hogy nem, bár, bármikor be lehet kerülni. Bármikor be lehet kerülni, és bármikor ki lehet kerülni. Egyébként az a Sranc a jó mondása ez. Ugyan a jó barátom a Bazsi, és ő, azt mondani, hogy hát ez egy válogatott, ez olyan dolog, hogy bármikor be lehet kerülni, bármikor ki lehet kerülni, úgyhogy ott leszek a második dőrön kupán is természetesen, ez a TFL lesz, ugye, és június eleje. Hát, június eleje azt is pontosan 9 -diket. Igen, azt hiszem júni 8-9 környéke, vasárnapi nap lesz, ott leszek, és természetesen fogom figyelni a tehetségeket. Robi, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. Nektek nagyon jó munkát, nyilván fogunk majd még menni hozzátok forgatni, úgyhogy, úgyhogy figyeljük, hogy hogy alakul a, a női szakág élet, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönöm a szépen. Női csapattal. Köszönöm. Köszi, hogy meghallgattatok bennünket, vagy megnéztetek a mai napon is, ahogyan most már mondhatom újra, hogy megszokhattátok, jövünk majd folyamatosan érdekes karakterekkel, ilyen volt Robi is. Köszi most már a figyelmet, sziasztok!